Staffordshire Bull Terrier, The Nanny Dog, A vigyorgó bowlingolyó, Balaskó Norbert tollából, Stafford megye kutyái. A sors iróniája, hogy bár a Staffordshire Bull Terrier egyike az emberért legjobban rajongó, legkedvesebb kutyáknak, ráadásul a kifejezetten kistestű fajták közé tartozik, bizonyos országokban pusztán ijesztő hangzású neve miatt veszélyes fajta megbélyegzéssel tiltó listára került. Pedig bárki, aki személyes kapcsolatba került ezzel a Lilliputi bodybuilderrel, meggyőződhetett róla, hogy maximum a világ legszórakoztatóbb ebe címre aspirálhat eséllyel. Első hallásra sokaknak talán furcsa a szópárosítás, hisz a Staffordshire és a Bull Terrier elnevezés két itthon is ismert önálló fajtát takar. Talán ez is lehet az oka annak, hogy a Staffordshire Bull Terrier a Bulldog Terrier leszármazottak mindmáig kevéssé ismert tagja hazánkban. Nem hallgathatjuk el persze azt a tényt, hogy őse valóban a kutyaviadalok sztárja volt. De ugyanezen ős szolgált kiindulásul az elragadó családi bohóc, angol Bull Terrier, illetve közvetve a sokoldalú munkakutyává formálódott amerikai Staffordshire Terrier, vagy a pöttöm Boston Terrier kialakításához is. Az 1800-as évek tájékán Staffordshire megye messze földön híres volt kézzel festett porcelánjairól, valamint az innen kikerülő viador ebek képességeiről. Tudni kell, hogy ebben az időben a munkásosztály, mai szemmel nézve, borzalmas körülmények között tengette mindennapjait. Embertelen és veszélyes munkavégzés, sokszor 12-16 órán keresztül, mely a nőknek, gyerekeknek is osztályrészű jutott. Talán érthető, hogy az ilyen durva körülmények a nyomorgó rétegek lelkét érdessé kérgesítették. És ahol kemény az élet, kemény a munka, ott kemény a szórakozás is. Ennek akkor egyik legnépszerűbb formája a kutyaviadal volt, mely sok tekintetben passzolt a városi életformához is. Nem volt nagy helyigénye, és közben fogadásokat is lehetett kötni, ami némi pénzhez juttatta a benne érdekelteket. A kutyák egymás elleni küzdelmeiben a 18-19. Században gyökeres változások álltak be. A kor legnépszerűbb munkakutyáit, a mészárosok mellett dolgozó, illetve bikahetszeken feltűnő bulldogokat terrierekkel keresztezték. Az Effridge-ből született viadorok oly kiválóan ötvözték a kétfajta előnyös tulajdonságait, hogy pillanatok alatt elterjedtek az arénákban. Bár kezdetben a szó valódi értelmében vett keverékekről beszélhetünk, idővel azonban szisztematikusan tenyésztett fajták alakultak ki belőlük, melyeknek szinte egyetlen értékmérője a küzdelemben való helytállás volt. Mivel a tenyésztők jellemzően a munkásosztály soraiból kerültek ki, akik nem engedhettek maguknak semmi luxust, a kutyáknak roppant alkalmazkodónak, nagyon kis igényűnek kellett lenniük. Ugyanakkor a fizikailag is szűkös életkörülmények miatt simulékony, kedves természettel is kellett bírniuk. Staffordshire megye messzeföldön híres volt nem csak a porcelánjáról, de kutyáiról is, melyek az állatviadalok betiltásának idejére, 1835-re már szinte legyőzhetetlenek voltak. További 100 évet kellett azonban várni, hogy a munkásosztály kutyájából elismert fajta váljék. Népszerűségére jellemző, hogy Angliában, ahol igen népes és változatos a terrierek mezőnye, a Staffordshire Bull Terrier a mai napig a legnépszerűbb terrierfajta. Parányi Pankrátor. Kevesen tudják, hogy megjelenésében a Staffordshire Bull Terrier áll legközelebb ahhoz a klasszikus Bull and Terrier típushoz, amely a 19. századra messzeföldön híres és sikeres gladiátorrá vált. Pedig nem nehéz belátni mindezt, ha az ember egy pillantást vet a valószínűtlen mennyiségű izomkötegekkel büszkélkedő kis dugóra. Noha súlya mindössze 10-17 kg, méretihez képest elképesztő erővel rendelkezik, amit számtalan egyet különféle súlyhúzó versenyeken is rendszeresen bizonyít, és ami a bull típusú terrierek sajátja. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a staff bull roppant fizikai adottságai csupán csak túlcsorduló szeretetének nyomatékos kifejezésére használja, melynek egyetlen célja egy cuppanós kutyapuszi elhelyezése emberbarátja arcán. Ebben változatos technikákat is képesek bevetni.
Vannak, akik helyből felpattanva lehelnek csókot az ember homlokára, míg mások két hátsó lábukon pipiskedve melső lábukkal igyekeznek felkapaszkodni a csúcsra, közben lenyúzva minden ruhát és kültakarót az illető lábáról. Mindkét technika közös eleme az egyedi stavbul mosoly és a röfögő, hörgő, prüszkölő, sípoló hangok arzenája, melyeket általában ilyenkor hallatnak. Első pillantásra kőbaltával faragott külsejük szofisztikált lelket takar. Bull típusú terrierhez méltó módon a stavbullok is hihetetlenül ragaszkodóak. Ez időnként oly mértékű rajongásig fokozódhat, mely egy falka pubertáskorú Justin Timberlake fan tini lánynak is dicsőségére válna. Szeretetével abszolút nem fukarkodik. Jut belőle bőven a családnak és a kedvesnek, de minimum közömbösnek tűnő idegen embereknek is. Mivel rendületlenül pozitív világlátás jellemzi, mindig és mindenkivel azonnal hajlandó barátkozni. A Staffordshire Bull Terrierek legendásan gyöngéttársak, gyermekek mellé pedig egyenesen kötelező választást jelentenek egy négylábú társon gondolkozó gyermekes család számára. Mivel körkörös passzív védelmi rendszerük megközelíti Darth Vader birodalmi cirkálójáét, a csöpségek legfeljebb csak ipari szerszámokkal tudnának kárt tenni bennük, az pedig elég ritka tartozék a babaszobában. Szerencsére. Az eddigiekből következik, hogy a Staffbull habitusában ideális társasági kutya, mely legjobban gazdája közvetlen közelében érzi magát. Elképzelhetetlen és a kutyalélek ellen merénylettel felérő bűn, ha ezt a fajtát kirekesztve, kennelben elzárva megfosztanák az emberrel való közvetlen kapcsolatától. Ötletteli ötvözet. Közhelyesnek hangzik, bár, mint minden közhely, ez is igaz, hogy a Staffordshire Bull Terrier kivételesen egyesíti a létrehozásához felhasznált bulldog és terrier ősök legelőnyösebb tulajdonságait. Megvan benne a bulldog higgadsága, ereje és eltökéltsége, melyhez a terrierek temperamentuma és kiemelkedő intelligenciája társul. Ennek megfelelően a velük való gondtalan együttélés egyik alapvető feltétele, hogy napi szinten kielégíthessék roppant mozgásigényüket. Ez esetben felszínre tör konformista mi voltuk, és tökéletes kanapékutyaként képesek viselkedni, azaz órákat szunyókálnak egymás hegyén hátán a díványon, alternatív laokon csoportot alkotva. Ám ugyanez az angyali társaság elképesztően démoni rombolást tud véghez vinni, ha tétlenségre kárhoztatják, és nem tudja levezetni fölös energiáit. Szót kell ejteni arról is, hogy a Staffordshire Bull Terrier tartása során megkerülhetetlen a nevelés témája, hisz a Staffbull lendületes és öntudatos kis zsúrmó. Felelőtlen dolog kontrollálatlanul szabadjára engedni energiáit. Tanítását a lehető legkorábban kell elkezdeni, és igen korai szocializációval kell indítani. Szerencsére a fajta egyedei között nagyon ritka az ideges, félénk, nehogy Isten agresszív példány. Döntő többségük magabiztos, karakán, jókedvű fickó, aki bárhol, bármikor feltalálja magát. A szocializáció, noha kétségkívül minden kutyának hasznára válik, nem is elsősorban emiatt szükséges. Képmutatás volna elhallgatni, hogy a Staffbull kutyatársaságban általában probléma nélkül el van ugyan, de a kanegyedek, mint a legtöbb kankutya, a dominanciára bizony hajlamosak. Ennek ellenére többnyire nem provokálnak léptennyomon verekedést, nagyobb kutyatársaságban is szinte mindig gazdájukon csüngnek, és elsősorban az ő társaságát keresik. Pöttömbölény a nappaliban. Noha modernkori kutyaviadalokban sosem használták a Stafford bullokat, a fajta már réges-régen eltávolodott a harci arénák vérgőzös világától, és újkori tenyésztése során sosem volt szempont ezen készségek fenntartása, sőt, inkább ellenkezőleg. Mégsem múltak el nyomtalanul a küzdelemmel töltött évek. Masszív testalkatuknál fogva, mely egykoron a harcban való hatékony helytállást szolgálta, ezek a kutyák fizikailag még mindig messze az átlag fölött állnak. A palackból kiszabaduló küzdőszellemük pedig elsöpör szinte minden ellenállást. Szóval nagyon rosszul jár az a kutya, aki kiprovokálja belőlük a visszavonult gladiátort. A csetepaték esélyét jelentősen csökkenthetjük, ha gondos körültekintéssel megelőzzük a bajt, és elkerüljük a kötekedő ebeket.
Bár az ember azt gondolná, hogy a bulldogok és terrierek önfejűsége és makacsága megnehezíti az együttélést a Staffordshire Bull Terrierrel, a valóságban ez nem így van. Tény, hogy fel kell készülni egy-két renitenskedő akcióra a részéről, többségüknél azonban ezek csak növendékkori kamaszlázadások, melyeken szilárd következetességgel úrrá lehetünk. A Staff Bull ízig-vérig lakáskutya. Nem csak rövid szőrzete miatt igényli a négy fal nyújtotta kényelmet, hanem azért is, hogy minél többet és minél közelebb lehessen családjához. Persze boldogan elvihánszol időnként pár órát a kertben is, de ez nem jelenti azt, hogy ne igényelné a rendszeres sétát és foglalkozást. Ha unatkozásra kényszerítjük, már kezdhetjük összeszámolni a felszedett kerti automata öntözőrendszer, a kerítés mellől kitermelt tujasor, esetleg a lekapart lábazatvakolat alapanyag és munkadíj költségeit. A Staffordshire Bull Terrier hosszú életű, 10-15 év, egészséges fajta. Két specifikus problémát meg kell azonban említeni, melyek ugyan minimálisan vannak jelen a fajtában, mégis léteznek. Az egyik egy epilepsziához hasonlatos betegség, L2-HGA, a másik pedig az örökletes szemlencse homály, HC. Mindkettő genetikailag determinált, de szerencsére maximális biztonsággal kiszűrhető betegség. Érdekesség, hogy a másfajtákban elterjedt csípőizületi diszplázia nála szinte ismeretlen. Ennek egyik oka lehet, kis mérete mellett, roppant fejlett és kötött izomzata is. Táplálására nem különösebben érzékeny. Növendékkorban azért prémium minőségű táppal illik etetni, hogy a robusztus izomzatát cipelő vázrendszer megfelelően kifejlődhessen. Bár a gyomorcsavarodás általában a nagy testű fajtákat sújtja, a Staff Bullt is célszerű még felnőtt korában is két adagban etetni, mivel élénk temperamentuma e tekintetben bajba sodorhatja. Hiába eszi magát degeszre, ez nem akadályozza abban, hogy ugrándozva viháncoljon még egy sort, ami megnöveli a gyomor átfordulásának kockázatát. Mindent egybevetve, a Staffordshire Bull Terrier kézi podgyász méretbe sűrítve hordozza mindazokat a nemes és sokak által becsült tulajdonságokat, melyekért a bull típusú terrierek kedvelői egy életre elkötelezték magukat e fajták mellett. Óriási lelke, bohókás egyénisége, egyedi fazonja színessé varázsolja gazdájának mindennapjait. Gyerekes családokban pedig ideális négylábú testvér, aki boldogan vesz részt a mindennapi viháncolásokban, miközben mindvégig ügyel a kicsik testi épségére.